220 éves lett idén az Országos Széchenyi Könyvtár, ahol a jubileum alkalmából november 24-én állandó kiállítás nyílt Esszencia címmel. A gróf Széchenyi Ferenc előtt tisztelgő és a történelmi előzménynek tekinthető Korvina könyvtárat is felidéző tárlat, a Széchenyi Könyvtár első nagyszabású állandó kiállítása, mely az írott, a nyomtatott, az audiovizuális és az elektronikus magyar kulturális örökség teljességének bemutatására vállalkozik. A kurátor Sudár Anna Máriával Szent Imrei Kristóf beszélgetett. Mit fejez ki pontosan a kiállítás címe? Nagyon jó kérdés, és épp azon gondolkodtam ma reggel, hogy az Esszencia a kiállítás címe mögé három pontot is tehetnénk, vagy egy zárójeles kérdőjelet, ami pontosan arra vonatkoznék, ami miatt ezt a címet választottuk, hogy szerettünk volna a 220 év történetéből válogatást adni, amely mintegy tükrözi az egészet. És azért mondom a három pontot, vagy a kérdőjelet, mert olyan gazdag a gyűjteményünk, hogy voltak éppen ez egy lehetetlen vállalkozás, tehát szükségképpen a válogatás az egy bizonyos metszetet jelent csak a gyűjteményből, bár arra kétségkívül jó ez a kiállítás, hogy meg tudunk két dolgot mutatni. Egyrészt azt, hogy milyen sok rétegű a gyűjtemény, tehát hogy hányféle dokumentum típus van mondjuk az exlibrisektől a plakátokon át a régi kéziratokig, vagy folytathatnám a sor tovább. Másfelől pedig, hogy mennyiféle területet érintenek, ugye a magyar művelődéstörténet, zenetörténet, színháztörténet, irodalomtudomány tekintetében. Hogyan lehet egy több mint 10 milliós dokumentumállomány összetettségét hatékonyan bemutatni? Hát nagyon nehéz, folytatva az előző gondolatot, éppen ezért abban gondolkodtunk, hogy két dolog biztos. Az egyik az, hogy mivel 220 éves a Nemzeti Könyvtár, és ennek kapcsán, az alapítás ünnepe kapcsán nyílik meg a kiállítás, az alapításról mindenképpen beszélünk, Széchenyi Ferenc gróf adományozó gesztusáról, és a másik, ami biztos, hogy ide köthető, az pedig a Korvinákról. Mégpedig azért, mert az számunkra is most tudatosodott igazán, hogy amikor Széchenyi Ferenc 1802-ben a nemzetnek adományozza nagy gyűjteményét, ami szintén önmagában sok rétegű gyűjtemény volt, hiszen voltak benne könyvek, kéziratok, szentképgyűjtemény és térképek és sok minden. Szóval amikor a nemzetnek ajándékozza a gyűjteményét, akkor utóbb sokan írják neki levélben azt, hogy most már nem kell siránkoznunk a Korvina pusztulása okán, mert hogy te mintegy újra teremted azáltal, hogy a nemzetnek adományoztad ezeket a köteteket. És hát ugye tudni kell, hogy az 1802-es adományozáskor is nagyon sok ezres gyűjtemény kerül a Széchenyi, utóbb Széchenyi Könyvtárnak nevezett Nemzeti Könyvtárba, de még haláláig 1820-ig még további adományokat tett, és összességben olyan 30 ezer elemű az a dokumentum együttes, amelyet Széchenyi Ferencnek köszönhetünk. A Korvinákat említettem már, mert hogy biztos volt, hiszen ezek hívó szavak is, ugye, akárhányszor kimondjuk azt, hogy Korvinák vagy Korvina, akkor az emberek erre felfigyelnek, hiszen mindenki tudja, hogy az egykor volt híres Mátyás könyvtárnak néhány darabja megmaradt, jelesül összesen a világban 220-235, attól függ, hogy hogyan nézik a kutatók az egyes fennmaradt köteteket, és ebből 37 a jelenlegi könyvtárban, itt a Széchenyi Könyvtárban van, és hát nagyon közel van az a feltételezett hely, ahol valaha a Korvina Könyvtár ténylegesen is itt a Budai Várban állhatott. Tehát ez volt biztos, hogy alapítás, az alapítók, és a Korvina, amit mindenképpen mint egy-egy metszetet megmutatunk. És innen jött az igazi nehézség, hogy és akkor abból a nagyon gazdag gyűjteményből még mi mindent. Ehhez kellettek ötletek, és hát erről folyt a legtöbb szó egyébként a kurátorok között. Hogy eddig nem került sor a könyvtár életében egy efféle nagyszabású állandó kiállításra? Nagyon érdekes kérdés, mert már többször fölmerült, hogy kellene egy állandó kiállítás, amely magát a gyűjteményt, a gyűjtemény egészét mutatja be valami módon. Voltak kiadványok, kisebb kezdeményezések ezzel kapcsolatban, de az való igaz, hogy ilyen nagy kiállítás nem volt. Noha volt olyan is már a fölköltözés előtt, 1985 előtt, már hogy tudnik a várba költözés előtt a gyűjteménynek, voltak arra elgondolások, hogy itt majd lesz rögtön egy írástörténeti, könyvtörténeti gyűjtemény, de ez nem valósult meg. Én most azt gondolom, hogy sokkal könnyebb a helyzet abból a szempontból, hogy rendelkezésre állnak a digitalizáció kapcsán, egyrészt maguk a digitalizált tartalmak nagyon jó minőségben,
részben online is elérhető módon, másrészt pedig olyan eszközök, olyan múzeumtechnikai eszközök, amelyek megsokszorozhatják a látványt és az élményt. Itt is van ilyen, a kiállításban 12 ilyen eszköz, sőt 13, hogyha jobban utána gondolok, mert van két úgynevezett okos vitrinünk is, mert az okos vitrin attól okos vitrin, hogy egyrészt, ahogy mondja is a neve, van egyfajta vitrin része, ahol egy dekoratív installáció látható, azoknak a leveleknek egy részéből természetesen másolatban, amelyet Széchenyi gróf visszakapott válaszlevélként a kiküldött katalógusai kapcsán, és magán a vitrinen az okos rész, az pedig az egy érintőképernyő, ahol egy vizualizáció látható, úgymond Széchenyi Ferenc gróf kapcsolati hálója, ami önmagában is érdekes, hogy ugye megírja a leveleit, illetve válaszleveleket kap, és azok a személyek, akik között számos ismert név van, Báróczi Sándor, vagy Virág Benedek a költő, vagy éppen Miller Jakab Ferdinánd az első gyűjtemény őre igazgatója a könyvtárnak, és hát még sok-sok név látható ezeken ezen a vizualizáción. Mindegyik korosztálynak szól ez a tárlat? Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan állandó kiállítás, amelyet egyrészt megnézhet az ember természetesen egyszerre. Eljöhet ide, fölsétál, és akkor ha van ideje, akkor 2-3 órát is sétálgathat, megpihelhet egy kicsit a büfében, vagy éppen kimegy egy kicsit az oroszlános udvarba levegőzni, így is lehet. Aztán úgy is lehet, hogy mondjuk olvasóként jár ide, és az ugye akkor már jellemzően az egyetemista korosztály, illetve a kutatók, és megáll, és hol egyik, hol másik részét nézi meg. Mert ugye nem csak az alapításról van szó, és nem csak a korvinákról, amiket már említettem, hanem más gyűjteményi metszetek is láthatók. Egyrészt bekapcsolódik, vagy bekapcsolódott ebbe az összeállításba a már márciusban megnyílt vers hazakiállításunk, amelyben a himnusz, a szózat és a nemzeti dal kézirat másolatai vannak kiállítva, illetve az ő történetüket beszéljük el. Aztán szintén egy régebbi kiállításunknak, egy tavalyi kiállításunknak a felújítása egy másik szegletében az épületnek, az Európa Ege alatt címet viselte ez a tárlat, amely pedig a 16-19. Századi magyarságképről beszél, hogy minket hogy láttak. Tehát ugye itt egy másik nézőpont merül föl. Az ötödik szinten látható még ezen kívül egy olyan érdekes összeállítás, amelynek a forrása legnagyobb részt a Babits gyűjtemény, a Babits fond, ahogy ezt szoktuk mondani. Ugye ez egy olyan dokumentum együttes, amelyben nagyon sokféle dokumentumtípus van, többek között nagyon sok fotó, és kiegészülnek a fotók, a fényképek olyan kéziratokkal, vagy azoknak a szerzőknek a kézirataival, akiket láthatnak többek között ezeken a képeken. Az Országos Széchenyi Könyvtár jubileumi tárlata december 3-áig még térítésmentesen látogatható. Sudár Anna Mária kurátorral Szent Imrei Kristóf beszélgetett.